Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. Sopronban a Szent Imre templomba érkezik a missziós kereszt, és ennek kapcsán nagyszabású eseménysorozat várja majd a lakosságot, méghozzá a jövő hétvége folyamán, május 10-e és 12-e között. Erről fogunk beszélgetni Németh István atyával, a Szent Imre plébánia plébánusával. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és nagy tisztelettel köszöntöm a műsorban. Mindörökké, amen. Én is szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket is. És köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon sok a teendő így, mint plébánosnak, hiszen pár nap, és ide érkezik a missziós kereszt. Elsőként mit is kell tudni erről a missziós keresztről? 2020-ban Budapesten nemzetközi eukarisztikus kongresszust rendeznek. Ez jövő szeptember 3. hetében kerül megrendezésre, és az erre való felkészülésként járja az országot ez a 2007-ben készült több mint 3 méter magas tölgyfa kereszt, amely tulajdonképpen egy erekje tartó több tucat magyar, illetve a magyarsághoz köthető szentnek, boldognak az erekjéje található meg benne. Ezt a keresztet először 2007-ben a Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel. Osvári Csaba ötvös művész készítette, és az eukarisztikus kongresszusnak is ez lett a szimbóluma, és ezt Ferenc pápa a Vatikánban megáldotta az országjáró körútja előtt, és most nagy örömünkre május 10 és 12 között a Soproni Szent Imre templom látja vendégül ezt a keresztet, és igazából ez az apropója annak, hogy mindenkit várunk, és mindenkit hívunk erre a nagy eseményre. Programokra egy kicsit később majd bővebben. Előtte még az erekjékről meséljen. Hogy kell ezt elképzelni? Egyáltalán kiknek az erekjék kerülnek rá erre a keresztre? Ahogy már az előbb említettem, magyar, illetve a magyarsághoz, Magyarországhoz köthető szentek, vértanúk, hitvallók erekjéit tartalmazza. Gondolhatunk itt akár az Árpádházi szentjeinkre, vagy akár a 20. század szentjeire, Apor Vilmos püspökre, Brenner János vértanúra, de talán a legfontosabb, hogy a kereszt középső erekje tartójában, egy ezüst tokban a Szent Kereszt erekje is megtalálható. Ez Jézus keresztjének egy darabját jelenti. Az igen. És ehhez kapcsolódik, nagyon szép növényi ornamentika díszíti ezt a keresztet, ehhez kapcsolódik a különböző kis erekje tartókban a magyar szentek csont vagy ruha erekjeinek. Pont a erre voltam kíváncsi, hogy ugye korábban már más szent csont erekjéje is oda került ugye az önök plébániájához, tehát hogy itt is ilyen erekjékről, ilyenekről is, tehát csont részekről vagy ilyesmikről is beszélhetünk, ugye? Igen, igen. Ugye tavaly novemberben helyeztük el Boldog Brenner János csont erekjéjét a Szent Imre templomban, most egy másik erekje darabot ebben a keresztben is megtalálhatunk majd többek között Brenner Jánosnak az erekjéből. Igen, izgalmasan hangzik, pláne a program, mert hogy május 10-e és 12-e között, ahogy elnézem a programot, nagyon sok minden várja. A hívőket is, természetesen a nem hívőket egyaránt. Hogyan kezdődik majd pénteken ez az ünnepi sorozat? Az egész ünnepség sorozatról szeretném elmondani, hogy nagyon nyitottá szeretnénk tenni. Tehát aki úgy gondolja, hogy szeretne eljönni, szeretné megnézni ezt a keresztet, szeretne egy imádságot mondani előtte, erre mind van lehetőség. A kereszt ünnepélyes fogadása az május 10-én délután 5 órakor kezdődik, egy kis szertartás keretében, valamint egy bűnbánati liturgiát tartunk, és lehetőséget adunk arra, hogy a gyónás szentségében részesüljenek azok, akik szeretnék a lelküket megtisztítani erre az ünnepre. Többen kérdezték, hogy ez a keresztfogadási ünnep, ez tulajdonképpen azt jelenti-e, hogy amikor felállítják a keresztet, tulajdonképpen a kereszt az már a délután folyamán felállításra kerül, hiszen azt így liturgikus keretek között nem lehet kivitelezni, hiszen ez egy összeszerelési munka, de délután 5 órakor nyitjuk meg a templom kapuját, és ezzel a keresztfogadási szertartással kezdjük, amelyet 6 órakor
egy szentmise követ, és utána rögtön egy előadás a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus közösségteremtő erejéről. Érdekes egybeesés, hogy a plébános elődöm, Kálmán Imre atya lesz az előadó, a szentmisének a főcelebránsa és szónoka is, valamint ő vezeti majd a szentmise előtt a bűnbánati liturgiát is, hiszen ő a Győri Egyházmegye Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszussal megbízott referense, ő az, aki tartja a kapcsolatot a budapesti titkársággal, és közvetíti az ezzel kapcsolatos teendőket, és így ő azt hiszem a legadekvátabb előadó ebben a témában, úgyhogy nagy szeretettel várjuk. Ez a nyitánya az egész ünnepségnek, utána pedig elkezdődik egy imavirrasztás, egyházzenei áhítattal, különböző imacsoportoknak az imaóráival, csendes virrasztással. Terveink szerint ezen a pénteki napon egész éjszakát átvirrasztanánk, és szombaton pedig az egyéb ilyen imaórákon túl az egyház hivatalos imádságát, a zsolozsmát is énekeljük a város papságával a napnak megfelelő, a napszaknak megfelelő időpontokban, amikor ezt hivatalosan imádkozni illik a zsolozsmát. Tehát itt azért atyák... hadd mondjam el, hogy 8 órakor lesz ugye a várható az olvasmás imaóra és a reggeli dicséret, 11:50-kor a napközi imaóra és este 5 órakor pedig a szentmise előtt az esti dicséretet fogjuk énekelni az atyákkal. Úgy gondoltuk, hogy városi szinten a papság is szeretné így egy kicsit a közösségi élményt ápolni, közösségben szeretnénk eltölteni ezt a napot. Várjuk szombati napon az első áldozókat is, hiszen a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve nagyon fontos, hogy az oltári szentségben velünk lévő Jézusra irányítsuk a figyelmünket, és az idei első áldozók számára szervezünk egy imaórát, egy kis kevésbé kötött formában, mint hogyha mondjuk felnőtteknek szerveznénk, de mégis, hogy tudjanak találkozni ezzel a keresztelés, ez emlékeztesse őket arra, hogy az oltári szentségben Jézust fogják magukhoz venni, akár ezen az adott hétvégén, akár a következő hétvégéken, hiszen az első áldozásoknak az idejét éljük ebben a hónapban. Lesz két előadás, még szombaton is, ugye az egyik 11 órakor, a másik 16 órakor, hogyha jól látom. Igen, 11 órakor szombaton Németh Attila kertvárosi plébános úr jön Bánfalváról, aki a keresztben megtalálható erekjékről beszél, pontosabban azokról a szentekről, akiknek az erekjeit elhelyezték ebben a keresztben. Valószínű, hogy nem az összes szent kerül sorra, hanem egy csokorba szedi Attila atya azokat a szenteket, akikről talán a legfontosabb megemlékeznünk és legfontosabb tudnunk róluk. A másik előadás pedig délután 4 órakor kezdődik. A Szombathelyről érkeznek a Szociális Testvérek Társasága szerzetesnői. A napnak az az érdekessége, hogy május 11-én van az ő egykori rendtársuk Boldog Salkaházi Sára emléknapja, és éppen ezen a napon sikerül az ő életét is bemutatnunk a mai rendtagoknak a segítségével. Úgyhogy ez egy különleges alkalomnak ígérkezik. Nem csak előadás lesz majd az ő életének a bemutatása, hanem nyilván imádságok is, énekek is kísérik majd ezt a programot. 18 órakor ugye ezt meg ki kell emelni, mert hogy megyés püspök úr is tiszteletét teszi. Így van, pontosan a csúcspontja az egész eseménynek a szombat este 5 órakor kezdődő szentségimádás és esti dicséret, a zsolozsmának az esti imádsága, ezt már megyés püspök úr vezeti, és utána este 6 órakor a város papságával koncelebrált szentmisére hívunk mindenkit. Igyekeztünk ezt úgy megszervezni, hogy a városban máshol ne legyen szentmise. Mindenki, aki érintettnek érzi magát és meghallja a hívószót, az el tudjon jönni, és együtt tudjuk ünnepelni a szentmisét, együtt tudjuk bemutatni az eukarisztiát, hiszen az eukarisztikus kongresszusra készülve a legkézenfekvőbb, hogy szentmisékkel, szentmisével ünnepeljük.
a missziós kereszt jelenlétében, Jézus Krisztust az oltári szentségben. És vasárnapra is marad meg egy érdekes előadás 15 órától, ugye? Igen, vasárnap délelőtt a plébániai szentmiséket természetesen a szokott módon megtartjuk, utána még van egy-két óra lehetőség imacsoportok számára, ennek a beosztása megtalálható lesz plébániánk honlapján, szórólapon, amit a anyáknapi hétvégén osztunk ki a híveknek a templomban, és délután 3 órakor Ozsvári Csaba, a keresztet megalkotó ötvös művész özvegyének előadása, inkább azt mondanám, hogy tanúságtétele következik, Keresztből fakadó élet címmel. Igyekeztünk ezekkel az előadásokkal, programokkal magát a missziós keresztet bemutatni, a keresztben található szentek rekjéit, és próbáljuk az üzenetet így átadni, továbbadni, hogy az ötvös művész, aki azóta már nincs közöttünk, az özvegye is megszólalhasson, és beszámolhasson arról a munkáról, ami az ő férjének az alkotását jellemzi. A Keresztből fakadó élet címmel, én azt hiszem, hogy nagyon beszédes az előadásnak a címe is, én magam is kíváncsian várom, hogy milyen tanúságtételt hallhatunk. És még meséljen egy kicsit erről a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusról, amit már többször is megemlített. Nagyon fontos kiemelni, ugye, hogy ez most Budapesten lesz 2020-ban. Nem tudom, hogy milyen sűrűn szokták megtartani, milyen városokban, milyen témákkal. Igen, dr. Fábri Kornél atya ennek a kongresszusnak a főtitkára, és ő szokta elmondani, hogy úgy lehet megjegyezni, hogy mikor van eukarisztikus kongresszus, amelyik évben olimpiát rendeznek és foci EB-t. Tehát ez a két világi aspektusa is van, hogy amikor ezeket megrendezik, akkor valahol a világban, valamelyik városban eukarisztikus kongresszust is tartanak. Ezt mindig a Szent Atya dönti el. 3 évvel ezelőtt Cebuban volt a Fülöp-szigeteken, és ott videóüzenetben adta tudtul, hogy a következő eukarisztikus kongresszus 1938 után újra 2020-ban újra Budapesten kerülhet megrendezésre. Ezzel kapcsolatban a templomba járóink nyilván szinte már kívülről tudják, készült egy imádság is, amit minden vasárnapi szentmisében elimádkozunk. Ez nagyon szépen felhívja a figyelmünket, hogy fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulásáért imádkozunk, és erre szeretnénk készülni, erre szeretnénk a saját lelkünket is felkészíteni, erre a megújulásra, és így szeretnénk a világ felé is tanúságot tenni arról, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, hiszünk az oltári szentségben, és abban, hogy a vele való találkozás, a belőle való táplálkozás jelenti az életünknek a csúcsát és forrását. Németh István atyának köszönöm szépen, hogy itt volt, további jó előkészületeket kívánok, dicsértessék Jézus Krisztus. Mindörökké amen, és nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit a következő hétvégén Sopronban a missziós keresztfogadására. Hölgyeim és Uraim, Önöknek is köszönöm a kitüntető figyelmet, minden jót kívánok, viszontlátásra!